látható Toby Carberry. Mandic. Rossz tripla kísérlet, Dragan Aleksic és Tóth Norbert, Dragan Aleksic és Dénes Gábor vállalja be a triplát és dobja is be. Egy nagyszerű kísérlet, az első Dénes kosár, egy triplával indít Dénes Gábor, itt láthattuk a... Ez a negyedik meccs, amit idegenben játszanak a soproniak. Hú, mekkora triplát dobott a sarokból most. A most bejött hatos számú, ha jól láttam, Henrik István bizony bal kézzel onnét a sarokból, és lehet indulni Simon Wittmann. Hát Wittmann hova adta? Pedig nagyon nehéz összetéveszteni, megmondom őszintén, Carberry-t akárkivel is, mert annyira a jellegzetes játékos, Toby Carberry. Hát itt azért sok gondja nem volt ezzel a labdával, azt gondolom. Ott a tripla, hát nem kell itt sokat passzolgatni. Balázs egyszerűen bedobja és 14-8. Rad, Carberry. Carberry, és begyötörte valahogy a másik oldalról jobb kézzel. Simon. Meg volt a védő állás, Lapov tripla. Bocsánat, hogy azt mondom, de tőle teljesen szokatlan megoldásként és a saját tizedik pontjaként odaszórta be a triplát. 34-27. Slad, a két négyes. Most levál Dénes, Strandra, Mandic meg bedobja a triplát. Hát Mandic fantasztikusan dob, hogyha oda kerül, ugye két dobása volt eddig, és mind a kettő ugyanabból a sarokból, vagy ugyanarról a helyről gyakorlatilag. 34-30, és két tripla volt. Wittmann. Hey! Hát kérem, itt most tripla párbaj van. Likár. Ez egy hatalmas tripla volt. A minden itt neki. Hú, még Balázs el is esett a lendülettől. Ott van bent. Itt a tábla, itt pedig majd tetszenek látni, hogy elindult a harmadik negyed Simon Balázs. Dragan Aleksic. És egy triplával indít Dragan. Aleksic. Megint a triplába. Hoi! A harmadik tripla. Nem is tudom, mit fogok mondani mondjuk az ötödiknél, hogy fogok én sikítani talán. Strad. 55-39. Strad. Ejj, Carberry és az ismétlés jó, és szerintem plusz egy. Lapov egy dobócsellel, egy szép megoldást. Hó! Hát honnét dobta Wittmann ezt a megoldást? Nézzük csak a lábát, hát szerintem tripla volt. 65-46, szenzációs. És micsoda Lapov labda volt itt fej felett, ugyebár? Hát... ez sem csúnya. 2-1 elleni játék. Aleksic jön, és ott a befejezés. 57-42. Abszolút létszámfölény, itt lehet látni a kilépő ember mellett. Dragan egy pincérdobással, egy balkezessel behelyezi a labdát, és ezzel nőtt a különbség, ugye ha jól számolom, akkor éppen 15 pont, 57-42, amikor is a negyedik perc kezdődött. Egy nagy indítás, most kell időt kérni a vendégeknek. Ez a véleményem. És ez a következménye is ennek az eseménynek, amit Dénes Gábor követett el itt a befejezés. Lesz-e még egy támadásunk, mert hogy 15 másodperc van még, majd kijátsza a Sopron, esetlegesen enyhítendő a különbséget, amely most 87-73-nál 14 pont a Pécsi a vára. 5 másodperc, 4, 3, 2, Carberry, és itt a vége. Kedves nézők, 87-73-ra nyert a Pécs, teljesen megérdemelten, egy nem túlságosan izgalmas meccsen, és ezt most nem rosszból mondom természetesen. A Sopronnak pedig annyit talán, a kedves televíziónézők Sopronban is úgy érzik, lesz itt még jobb csapat is, hiszen ennyi külföldivel gondolom előbb-utóbb kijön majd egy nagy dobás. A végeredménnyel búcsúzom.
PVSK Export Center Pécs, Soproni Sördögök 87-73.